Szeretettel köszöntelek benneteket, akik nézitek a Tegyük a helyére sorozatunknak a most következő adását. Akik itt beszélgetni fogunk, Görbic Tamás, Piszter Ervin, Fólis Attila, én pedig Takács Ferenc vagyok. Nekem jutott az a szerep, hogy az úgynevezett kérdezés, amikor hát olyanokat fogok kérdezni, amiben igyekszem legalábbis azokat a kérdéseket feltenni, amikről úgy gondolom, hogy a kedves nézőt is esetleg érdekelheti. A témánknak az a címet adtuk, hogy miért ne féljek, vagy miért ne féljünk. Ugye, jó, ez a kérdés azért merült fel, mert olyan mértékben zuhan rá a világra, az emberi életekre a félelem, hogy minden területen, hogy egyszerűen tapasztaljuk a saját életünkben, gyülekezetben, de az egész világban, hogy talán eddig még nem látott mértékben burjánzik a félelem. Az első kérdésem, és utána majd ugye a részletekbe is megyünk, hogy miért olyan kiemelkedően hangsúlyos a Bibliában az, hogy ne félj? Általában, lehet, hogy ez egy legenda csak, hogy 365-ször szerepel ez a kifejezés a Bibliában, valaki megszámolta, lehet, hogy nem igaz, de minden esetre nagyon sokszor. Csak néhányat említenék azért, hogy beindítsam a motorokat, hogy Józsuénak ugye mondja Isten, hogy megparancsoltam neked, hogy ne félj, légy bátor és erős, és ne félj, azt hiszem két vagy háromszor mondja is egy versen belül Isten Józsuénak. Jézus mondja Jairusnak, hogy ne félj, csak higgy, és bízzatok, ne féljetek, én vagyok, tehát rengetegszer hangzik el. És Pál apostol meg a római levélben azt mondja, hogy mi nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hogy szolgák legyünk, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak, másik helyen mondja, a hitnek, a fiúságnak a szellemét. Miért ennyire fontos, miért ennyire hangsúlyos, miért hangsúlyozza ennyire Isten azt, hogy ne félj? Talán Piszter pásztort kérném először. Nyilván, ha valamit Isten mond, azt okkal mondja, és ezt ugye minnyáján tudjuk. És nem az a kérdés, hogy ez hogy hangzik, hanem úgy, hogy értelmeznünk kell. És azt gondolom, hogy az Isten azért mondja, mert a félelem az megbénít, a félelem az egyszerűen leblokkol bennünket, és egy teljesen irreálissá teszi az amúgy is nehéz helyzetet. Tehát, ahogy említetted is, hogy mikor van egy kihívás az ember életében, Józsuénál a honfoglalás, vagy most ugye a háborúk, a infláció, a rettenetes áremelések, és stb., akkor amikor ezekkel az tényekkel szembesül az ember, akkor ha tetszik, ha nem, óhatatlanul egy szorongás, egy bizonytalanság elönti az embernek a szívét. És ha Isten azt mondja ezekben a helyzetekben, mint Józsuénak, hogy ne félj, azt ő okkal teszi. És én azt gondolom, hogy azért teszi okkal, mert amit mi nem mindig kalkulálunk be, illetve jól tesszük, ha bekalkuláljuk, hogy ő nagyon jól tudja, hogy az a helyzet az azért van, mert az Isten jót fog nekünk kihozni belőle. Tehát a honfoglalást azt Isten találta ki, nem a Józsué, és amikor Isten kitalálta azt, hogy neked adom ezt a földet, azt azért mondta, mert ő ezt elvégezte. És ugye tudjuk, hogy iszonyatos külső nyomások voltak, és a szem előtt lévő dolgok azok nagyon rettenetesek voltak, és ezért kellett egy meggyőződés arról, hogy az Isten, ha azt mondta, hogy neked adom, akkor az úgy lesz. Én azt gondolom, hogy, és majd erről nyilván később fogunk beszélni, hogy igazából ez a fajta bizalom, ez az Isten jóságára kell, hogy épüljen. Én sokáig azt gondoltam, hogy a félelemnek az ellenpólusa az a hit, de egyre jobban megértettem azt, hogy a Bibliában sokkal inkább a szeretet. Tehát az, hogy egy teljes szeretet űzi ki a félelmet. És amikor a szeretet, az Isten szeretetéről, jóságáról meg vagyok győződve, amikor megértem azt, hogy Isten jót akart nekem, ahogy megteremtett, megszülettem már az idők előtt,
akkor az az Isten a garancia arra, hogy minden nehézség és kihívás ellenére is megtart, megőriz, sőt győztessé tett, és győztes is leszek. Na most, amikor a kihívásokkal nézünk szembe, akkor ezek nem evidenciák, hanem erre el kell jutni. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyenkor erősíti meg magát az ember, mint Józsué, ilyenkor bátorodik fel az ember, mint Dávid, és elkezdi magát megerősíteni az Úrban. És nekünk ugye új szövetségi hívőknek az Isten szeretetében való megerősödés a legfontosabb hitünk és bizalmunk, és ez ebben így nyilván, most nem akarom szembeállítani a hitet meg a szeretetet, mert ez egy csomag, de itt például ez kerül előtérbe. Tehát, ha Isten nekem azt mondja 365-ször, vagy 4-szer, vagy 6-szor, most nem tudjuk, hogy ne félj, akkor ő ezt azért teszi, mert a második része ennek, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Tehát ez a hit, és ez a bizalom, az Isten szeretetébe vetett hit az, ami engem feljogosít arra, hogy minden körülmény ellenére és ne a félelem uraljon le, ami leblokkol, ami megkötöz, ami megbénít, hanem ez a bizalom. Tamástól is kérdezném, hogy mi az, ami miatt az Isten ennyire ellenségként állítja a félelmet a hívő számára? Én azt gondolom, hogy igazságtalanok vagyunk, amikor csak azt emeljük ki, hogy ne félj, mert Isten azt is mondta időnként, hogy félj. Van, amikor a félelemnek van helye, van, amikor a félelem kifejezetten kiválatos vagy jó dolog. Amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, annak különböző okai vannak, és szerintem, hogy hibát követnénk el, ha azt gondolnánk, hogy egyfajta félelem van, vagy ez egyfajta dolog. Csak a példák, amiket említesz. Ugye Józsuénál miért mondta Isten, hogy ne félj? Azért, mert a kihívás, amivel Józsuénak szembe kellett nézni, meghaladta az ő erejét sokszorosan. És a Józsué azonnal tudta az ai vereség után, hogy ha itten elmúlik róluk az Istennek a támogatása, akkor megeszik őket reggelire pillanatok alatt. Erősebbek náluk, jobb helyzetben vannak minden tekintetből. És azért volt szükség arra, hogy ne féljen, hogy bízzon abban, higgyen abban, hogy amit az Isten megmondott Ábrahámtól kezdve folyamatosan ismételt újra és újra, és ő is végignézett a pusztába, és fel volt készítve rá, azért nem eszközök nélkül kellett ebbe belemennie, hogy ne engedje, hogy a félelem ellopja a hitét, és leuralja a hitét. Jairusnál is, ugye ez volt a másik ilyen példa, miről volt szó? Arról, hogy tartson ki a hitében, hogy ne adja fel a hitét. A ne félj az azt jelentette, hogy bízzál abban, hogy a lányod meg fog gyógyulni, mert a mester azt mondta, hogy elmegyek és meggyógyítom. És tarts ki ebben. Ne engedd, hogy a félelem azt mondassa veled, hogy hát megpróbáltam, nem jött össze, hanem Jézus azonnal odafordult, mikor a rossz hírek jöttek, és azt mondta, hogy ne engedd, hogy ezek a rossz hírek ellopják a hitedet, hanem tarts ki abban, amiben hiszel, amiről meg voltál győződve, és amire választ is kapta, hogy elmegyek, és meggyógyítom. Tehát sokféle élethelyzetben, én most itt nem akarnák mély analízisbe belemenni, de azért három rétegét a félelemnek említeném. Az első, talán a legkézenfekvő, és amiből a gyülekezetekben is sokat beszélünk, az, amikor az ördög próbál megfélemlíteni bennünket. Ez ugye az aggodalmaskodás. Minden napnak a maga baja, nem érdemes félni, rettegni dolgoktól. Miért nem? Mert amit az ördög a szemed elé vetít, az nem fog bekövetkezni. 10-ből 11-szer nem következik be az, amitől te félsz, és amire fel akarsz készülni, és amire már gondolkod, hogy fogom kivédeni. Nem fog megtörténni, be se fog következni. És az aggodalmaskodás megbénít téged, mert nem teszed azt, amit tenni tudsz, és nem teszed azt, ami helyes és jó, mert egy fikciótól fél. Attól, hogy majd valami be fog következni, ami nem fog bekövetkezni. Tehát ez az aggodalmaskodó félelem, amiről Jézus ugye a helyi beszédben is tanít, és ami nagyon sokszor meglep bennünket éppen a rossz hírek miatt. Ugye a másik fajta félelem, és az a másik szél a skálának, meg nagyon mélyen bennünk tud lenni. Most azt szeretnék annyiban gyakorlatias lenni, hogy nagyon sok keresztényel találkozom, aki panaszkodik arról, hogy szabályos pánikrohamai vannak. Nem, azt hiszi beteg. És azt hiszi, hogy valami probléma van vele, vagy baj van vele. A pánikszerű hullámokban tör rá a félelem pánikszerűen. Én nekem van erről egy elméletem, aztán valaki elfogadja, valaki nem, de én azt gondolom, hogy
pillanatnyilag a világban borzalmas indulatok forrnak, és a fenevadak feltámadtak és üvöltenek, és egymásnak esnek, és az ördög nagyon-nagyon sok embert befolyásolni tud, és a gyűlölet is rendkívül erős, és a hívők profétikus módon ezeket érzik. Érzik az egymásnak feszülést és a mindenfélét. És nem vagy te pánikbeteg, csak úgy vagy, mint Jézus a Gecsmáné kertben, aki nekiállt félni és rettegni, amire megvolt az oka. Hát érezte azt a gyilkos indulatot, amivel összefogtak a föld fejedelmei, a föld vezérei, és így tovább. És egyszerűen azt tudomásul kell venni, mi erre érzékenyek vagyunk. Érezzük a világban a gyűlöletnek az erejét, érezzük azt a gyilkos indulatot, ami dolgozik. Ez nem a te pánikbetegséged, és ugyanazt kell tenni, amit Jézus a Gecsmáné kertben. Virasszatok velem, imádkozzatok velem, mert a szellem kész, de a test erőtlen. Tehát az ember tudja, hogy persze Isten meg fog tartani, persze Isten meg fog védeni, ha megkérdezik tőlem, elmondom, ha fel kell menni a pulpitusra, elprédikálom, de mégis egy másik kérdés az, hogy mélyen belül, a szívem mélyén is el tudom-e hinni, és békességre tudok ebbe a dologba jutni. És Jézus ebbe is példát mutatott, és ilyenkor az ima a megoldás. Tehát nem az a megoldás, hogy az ember azt mondja, Úristen, beteg vagyok, ide megyek, oda megyek, szedem a pirulákat. Biztos olyan is van, tehát hogy tényleg valaki beteg, szedje a pirulákat, nem erről beszélek én. De amikor átérsz ilyesmit, ez, és az imádkozástól elmúlik, akkor tudjad, hogy ez egyszerűen ezért van, Isten hív bennünket, járjunk közbe, imádkozzunk, fel van emelve a pusztítónak a keze, és Isten akarja, hogy résre álljunk és imádkozzunk. És ilyenkor a félelem kifejezetten annak egy profétai beleérzés abban, ami a világban van, abban, ami a világban készül, és ezt Isten azért teszi, mert akarja, hogy imádkozzunk ezekért a dolgokért, azért érezzük ezeket, mert Isten akarja, hogy közben járjunk, hogy imádkozzunk, hogy résre álljunk. Tehát ez például egy teljesen más típusú, vagy másfajta félelem. És aztán persze van az a félelem, amire Jézus mondta, hogy hallottok háborúk híréről, stb., meg ne rettenjetek. Mert a félelem ugye rossz tanácsadó, és amikor az ember a félelmeit kezdi el követni, akkor letér a hitnek a keskeny útjáról. És ez megint egy harmadik fajta félelem. Köszönöm szépen, Attila. Te mit gondolsz erről a kérdésről, hogy miért van ennyire ez a félelem Isten előtt ilyen vörös posztóként? Hát szerintem azért, mert Isten szeret bennünket, ezért mondja azt, hogy ne féljünk. Én bizonyos esetekben, ha már Isten egy apa, és mivel én is apa vagyok, így végig gondoltam, hogy néha nem bánom, hogyha valamitől félnek a gyerekeim, tehát hogy van bennük tartás bizonyos dolgoktól. Hát a félelemnek azért van egy olyan funkciója, ami egy biztonsági rendszer. Az az ember, akinek ebben nincsen félelem egyáltalán, arra vagy azt mondjuk, hogy bátor, vagy azt mondjuk, hogy vakmerő. Tehát, hogyha valaki... Nem vak ez a ló, csak bátor. Nem vak ez a ló, csak bátor. Tehát, hogy biztos, tehát ebben egyetértek a Tamásról, hogy vannak olyan dolgok, amiktől óva int bennünket az Úr, és tehát van ennek is helye. Ugyanakkor én sem gyönyörködnék abban, ha azt látnám, hogy a gyerekeim félelemben élnek, vagy a félelem a meghatározó életérzésük. A félelem nyilván megkísért bennünket. Szerintem az nagyon-nagyon fontos. A kedves feleségem Rita szokta ezt mondani, hogy ha meg is támad a félelem, hogy belülre ne kerüljön. Hogy ne engedjen be a félelmet. Hogy ne az legyen a vezérlő elv az életemben, tehát hogy ne félelemből hozzak döntéseket. Szerintem Isten azért mondja azt, hogy ne féljünk, mert ő nem fél, ő biztos, hogy nem fél. Ő teljesen nyugodt és békessége van, és ígéretünk is van arra, hogy a félelemmel szemben azt a békességet, ami az Istené, ami Jézusé, azt mi is megkapjuk. És ami miatt szerintem hangsúlyozza ezt az Úr, az, hogy a félelem az mindig kiszolgáltatottá tesz bennünket. A félelem, ugye azt mondja, amit idéztél, Ige, hogy nem a félelem szellemét kaptuk a szolgaságra. Szerintem a félelem az önmagában egy szolgaság. Tehát nem is annyira szétválasztható egymástól ez a két dolog, a félelem és a szolgaság. Tehát abban a pillanatban, hogy félni kezdek, elkezdek kényszerpályán mozogni. És Isten pedig szabadságra hívott el bennünket, és ezért mindenképpen az Úrnak a szándéka az, hogy a félelmet felszámolja az életünkbe, hogy szabadon a méltóságunkat megőrizve tudjunk élni. És egyébként egészen érdekes, ha az ember visszanéz a történelembe, annyival egészíteném ki a Tamásnak a
megérzését. Persze teljesen egyetértve azzal, hogy vannak profétai megérzéseink, beleérzéseink abba, ami pillanatnyilag zajlik, a korszellemnek a tombolását, azt szerintem igen, a keresztények sokkal érzékenyebben tapasztalják. Ugyanakkor meg, ha csak nagyon logikusan végig gondoljuk, hogy egy átlag keresztény sokkal több történelmi ismerettel rendelkezik, hiszen ha a Bibliát végigolvassa, akkor rengeteg ókori sztorit lát, háborúkat és mindenféle egyebeket, tehát azért van fogalmunk arról, hogy miután mi következhet, tehát hogy van rálátásunk arra, hogy milyen folyamatok zajlanak a világba. Most miért is kezdtem ezt elmondani? Azért, mert hogy igenis, hogy látunk a történelemnek ennek a különböző fejezeteiben olyan hősöket, akik azért váltak, lehet, hogy nem fordítottak meg háborúkat, vagy csatákat, vagy bármi egyebeket, de azért váltak emblematikus, transzparens figurákká, mert soha nem engedték azt, hogy a félelem erőt vegyen rajtuk, hanem a méltóságukat minden körülmények között megőrizték. Én mindig, amikor egy olyan embert látok, aki fél, az picit olyan, mint amikor valaki elveszítette a méltóságát. És szerintem az Úr ezt nem szeretné. Hát igen, én most kicsit kilépnék a kérdező szerepéből, elmondanám, hogy én mit gondolok erről. Akartok is kérdezni? Köszönöm szépen, ezt kértem volna, igen. Tehát, hogy két erő küzd miértünk, mert mind a két erő megpróbálja birtokolni a lényünket, a gondolkodásunkat, a szemléletünket, és a félelem ugyanolyan látással bír, mint az Isten szeretetéből kinövő hit. Mert a félelem egy negatív jövőkép, egy annak a látása, hogy milyen rossz dolog, miféle olyan dolog fog történni velem, amit nem szeretnék, ami ha úgy tetszik, az ördögnek, a pusztítónak, az embergyilkosnak a terve az életemben, és a veszélyeket már realitásként látja. És hasonlóképpen, amikor az ember az Istennel való kapcsolatból, az Isten szeretetéből őt látja, akkor az isteni jövőkép, az Isten által készített jövőt látja a hitnek a szemével. És ez a kettő csap össze, és nyilván Isten ebben a dologban minket arra ösztönöz, hogy ne azt a negatív jövőképet kövessük, és ne az legyen a szemünk előtt, hanem őt lássuk, és azt a jövőt, amit ő készített, és ezért gondolom, hogy ez ennyiszer elhangzik, hogy ne félj csak így. Ugyanakkor a félelem egy óriási motivációs erő. A kérdés az, hogy a félelem által való motiváltság az mire vezet. Ez majd egy esetleg érdemes ezen is majd gondolkodni. Most itt minket egy olyan világ vesz körül, ahol komoly problémákat okoz a klímapara. Tehát a globális felmelegedés és a klímaváltozás miatt emberek a jövőképükről mondanak le. Fiatalok depresszióba esnek. Óriási pánikbetegséget meg depressziót okoznak a háborúkból fakadó kilátástalanság veszélyérzete. Hogy például itt ez az orosz-ukrán háborúban most itt lebegtetik, hogy esetleg ledobják az atombombát. Hát normális ember, amikor ezt hallja, akkor minden egybeugrik. Vagy hát a beindult ugye az infláció, és akkor az egzisztenciális félelem is az emberekben, hogy akkor most mi lesz velem, hogy fogok én megélni. És közben meg ott van egy rettenetes helyzet, tudom, hogy tudjátok, csak hogy nincsen megbízható információforrás. Minden információ viszonylagos, minden információ elfogult, nem tudjuk, hogy mibe bízhatunk, miben hihetünk, mire alapozhatjuk az életünket. Hogy ne féljünk. Na most én egy konkrétabb vizekre szeretnék evezni. Te hogy csinálod? Amikor megy ez a félelem cunami az egész világra, az emberre, az életünkre, engem az érdekelne, hogy személyesen te milyen lépéseket teszel, hogyan mész be az Isten jelenlétébe, vagy hogyan, mit teszel azért, hogy ellene állj ennek a félelemnek, és az Isten oldalánra kerülj, és ne passzívvá váljál, hanem tudjál aktív lenni ebben a helyzetben is. Talán akkor, Ervin, ismét téged kérdeznélek először. Igen, hát én is ugye ebbe a világba élek, és szembesülök mindazzal, amit elmondtál, meg én is utaltam rá az elején. Én nekem részem, stratégiám, nem tudom, hogy mondjam, az, hogy azt fogadom el, amit az Isten mond, és az Isten gondol rólam, és
és talán most nem tudom, hogy a koromból is fakad-e, de úgy vagyok vele, hogy tényleg valahol ez elmondhatatlan, ez egy belső dolog, tehát ez nem egy ilyen tudatos rákészülésből való dolog, hogy tudom, hogy bármi nehézség jön, vagy számomra kiszámíthatatlan dolog jön, még ennek ha vége a halál is akár, ugye ami ugye azért leginkább a legrosszabb, ami érheti az ember. Már Pál azt mondja, hogy azért nekem a halál. Pontosan ezt akarom mondani, hogy azt tudom, hogy ez csak közelebb visz majd Istenhez. És ezért, ha nagyon őszinte vagyok, az igazi megharcolandó nem is annyira a személyemhez kötődik, hanem inkább az embernek a szeretteihez, a családjához, a gyerekeihez, az unokáihoz. Mert ugye mindig azt szeretnénk, és mindenki azt szeretné, hogy nekik jobb legyen, ők valahogy könnyebben boldoguljanak az életbe. És ebben viszont megint csak azt tudom mondani, hogy az én személyes stratégiám az, hogy nap mint nap, és minden helyzetben az Isten kegyelmére bízom őket, magamat is, és őket is, és tudom, hogy az az Isten, aki engem megtartott, az az Isten fogja őket is megtartani, függetlenül attól, hogy én ebben milyen aktív szerepet tudok vállalni. Még egy dolog van, ami a személyes életem, hogy úgy gondolom, hogy a környezetem miatt, itt most a gyülekezetet is, a családot is, és úgy gondolom, hogy az a fajta hit, szeretet, bizalom, az nagyon sokak számára erősítő kell, hogy legyen. És ezért az ember úgy van, mint ahogy amikor is nyilván Józsuénak is ezért mondta, hogy elején utaltál rá, hogy te elől jársz, téged néznek emberek. A te mintád, a te életed, a te bizonyságod, a te személyességed, a te személyes kiállásod egy helyzetben, az emberek számára erősítést jelent. És én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az ember, én személy szerint ugye így kérdezted, én ezt is igyekszem. Hát sokszor ez nem tudatos. Na jó, de amikor jön a félelem, amikor elkap a frász, akár a személyes, akár a gyerek, akár a család, akár bármivel kapcsolatos, akkor mit csinálsz? Hát mit csinálok? Hát az, amit elmondtam, hogy bízok az Istenben, tudom, hogy az Isten meg fogja oldani, tudom, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint elszenvedhetem, imádkozok, hálát adok, attól függ, milyen a szituáció, és megyek tovább. És keresem azt, hogy miért volt ez a helyzet, hogy mit tud ebből az Úr nekem jót kihozni. Így viszonyulok. Tamás? Hát igen, hogy a félelme válogatja. Hát nyilvánvaló, amikor az ember már túl sok mindent hall a tévéből, rátjókul innen-onnan, amondan, és akkor a világ prófétái és vitázói és bölcsei elmondják neki, hogy fog minden beleállni a földbe, és hogy megyünk tönkre, és nem tudom én micsoda, és klíma ide, klíma oda. Akkor egyrészt az ember neki kell húzni a fejét a budiból, tehát ha nem akarod a szagot szagolni, akkor el kell onnan menni. Tehát annyi információ van, és annyi mindenről írnak, és az ellenkezőjét, és oda, és vissza, és stb. Az ember maga ki akarja egyelni, és az nem fog menni. Tehát ilyenkor le kell egyszerűen kapcsolódni erről az információ folyamról, hogyha ezt az ember nem képes elviselni, vagy nem képes elhordozni. Másrészt nyilván hívő emberként tudom, hogy mi a jövő. Tehát világosan, pontosan tudom, hogy mi a jövő. Azért, mert Isten semmit sem tesz, hogy nem mondta volna el előre. Mindent elmondott. Amit a múltban is tett a jövőben, azt is előre elmondta. És azt is elmondta, hogy mit tesz, mit fog tenni, hogyan fog az emberiség sorsa alakulni, és így tovább. És itt kik lesznek a nyertesei, kik lesznek a vesztesei. Ezeket mind az Isten pontosan elmondta. És éppen ezért én nem aggódom ezeken a dolgokon, mert amikor az emberek elmondják, hogy háború így fog alakulni, a gazdaság úgy fog alakulni, mit tudom én, micsoda, a klíma meg amúgy fog alakulni, akkor egy dologban már, ezt megtanultam rövidke életem alatt, egy dologban biztos lehetsz, hogy úgy nem fog alakulni. Mindegy máshogy lehet, hogy fog alakulni, na de úgy nem. És mert a világ vitázói nem értik, tehát egyszerűen ők próbálják kitalálni, de hát ez annyira bonyolult, hogy mikor Isten Jobbnak feltette ezek a kérdéseket, ennél egyszerűbb kérdéseket, akkor a Jobb azt mondta, hogy jó van, akkor inkább beülök az iskolapadba,
pillanatban befogom a számat, és tessék engem okítani. És rábízta Istenre, hogy kormányozza ezt a világot. És én tudom, hogy semmi azon kívül, amit az Isten megmondott, hogy meg fog történni, azon kívül nem fog megtörténni. És ez nem úgy lesznek a dolgok, ahogy a világ vitázói elmondják, és nekem nem kell azon aggódni, hogy jaj, hogy fogok elugrani akkor, hogyha a meteor becsapódik a Budára, vagy a Gellért egybe csúszik a Dunába, vagy a nem tudom én micsodára. Én két dolgot pontosan tudok. Ha az Isten azt akarja, hogy én ne legyek ott, amikor a klíma tönkre megy, vagy a meteor becsapódik, vagy a föld megremeg, vagy nem tudom, fog szólni. És valamilyen módon, hogyha én az Istennel élek vagyok, és hallom ezt a szót, akkor pontosan tudom, mit csináljak, mit ne csináljak, és ott leszek, ahol lennem kell. A másik dolog, hogyha pedig nem szól az Isten, akkor azt akarja, hogy én legyek benne abban a helyzetben, és abban a helyzetben éljem meg a hitemet, legyek só és világosság, akár mások számára, akár távozzak el a világból ilyetté módon, és valóban ugye, hogy az ember nagypapásodik, öregszik, jobban aggódik az unokáért, a gyerekeért, mint saját magáért, de ebben valóban, Ervinhez csak csatlakozni tudok, ebben a megoldás az, hogy tudom, hogy magamat se tudom megtartani. Ezért a gyerekeimet se tudom megtartani, az unokáimat sem tudom megtartani, de az az Isten, aki engem megtart, meg fogja őket is tartani. És ezért az ember jó szívvel tud imádkozni, értük ugyanúgy, hogy legyen az életükben jelen az Isten félelem, legyen az életükben jelen a bölcsessége, az Istennek a bölcsessége, ne a világ sodorja el őket. És én magamról is tudom, hogyha jobban oda tudnék figyelni Istenre, hogyha jobban tudnék bízni azokban a dolgokban, amiket ő elmondott, noha magam körül nem feltétlenül azt látom, akkor én magam is kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, boldogabb lennék, és az energiáimat abba fektetném, amibe fektetni kell. És ebben a tekintetben én borzasztó szerencsésnek érzem magam, hogy Isten szolgálhatom, mert azt gondolom, hogy ennél jobb időtöltés nincsen, és ennél jobb helyre az energiákat befektetni nem lehet. És én azt gondolom, hogy minél inkább oda tudja adni magát az ember az Úrnak a szolgálatára, legyen az bár milyen a pohárvízadástól a fennkölt szónoklatok tartásáig bezárólag, bármilyen szolgálat, annál értelmesebben nem tudja az időt és az energiát befektetni. Isten országa örök, mozdíthatatlan ország, minden birodalom elmúlik, a legfényesebb, a legdicsőségesebb ez az üzenete Nabukadnézár híres álmának, és az Isten országába tett mindenfajta befektetés, az biztos, hogy kamatosul megtérül. Lehet, hogy nem forintálisan, nem kriptovalutával, vagy más egyéb ilyen módon, de olyan módon, aminek örök jutalma lesz már ezen a világon, és még inkább az eljövendő. Attila, azt mondja az ige, hogy erős torony az Úrnak a neve, és az igaz, amikor hozzá menekül, akkor bátorságos lesz. Te hogy csinálod ezt a dolgot, amikor a Dávid ról olvassuk, hogy Dávid pedig megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Nyilván te is valahogy, a többiek is erről beszéltek, hogy megerősítik valahogy, de hogy? Igen, hát válaszolok majd erre a kérdésre is, de még egy kicsit a félelem kapcsán. Tessék parancsolni. Hogy pont a kettő dolog nagyon összefügg, ugye a félelem kiszolgáltatottá tesz, és a kiszolgáltatottság még több félelmet hoz be az embernek az életébe. És most egy olyan időszakot élünk, amikor egyre inkább, egyre többen szembesülnek azzal, hogy nem tudják az irányításuk alatt tartani a dolgokat. Még az sem, ami szűken az ő életüket befolyásolja, ami az ő életükre vonatkozik, hanem van egy csomó olyan külső tényező, ami kikerülhetetlen. Sokan kimatekozták, hogy építik fel az egzisztenciájukat, hogy jutnak majd el egyről a kettőre. Talán látták azt, hogy hol tartanak majd 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen, stb. És most ezek a képletek, ezek összeomlani látszanak, nem jön ki egyszerűen a matek. És nagyon sok mindent, amit elképzeltünk, ami ott volt az álmainkban, azt egyszerűen föl kell adni. És ezek a célok, amik biztosnak tűntek, és amik adtak egy belső boldogság érzést és egy irányt az életünknek, ezek egyszerűen eltűnnek. És ez az időszak szerintem arra mindenképpen jó, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, amik nem okoznak csalódást, amire biztosan építhetünk. És ezek az örökkévaló dolgok, ezek Isten országában vannak. Jézus, amikor beszél erről, akkor azt mondja, hogy
én az én békességemet adom nektek, és én nem úgy adom, ahogyan a világ adja, ott a kozmosz szót használja az ige, ami a világ korszakot jelenti, és ez a világ korszak is, amiben benne vagyunk, ez kínál egyfajta békességet. És most úgy tűnik, hogy az a kínált portéka, az még sincsen. Az kamu elveszőben. Volt, az elveszőben van, és nagyon sokan ebből adódóan kétségbe vannak esve. Hmm. Teljesen jogosan, mert nincs nekik más reménységük. Viszont nekünk az az ígéretünk, Jézus azt mondta, hogy én a magam békességét, az én békességemet adom nektek, és még azt is mondja, hogy éppen ezért ne nyugtalankodjon a szívünk, és ne is féljen. Még egy dolgot emelnék ki itt a félelemmel kapcsolatosan, mielőtt a kérdésedre válaszolnék, és ezt ebben is nagyon-nagyon jó megerősíteni magunkat, hogy az utolsó szalmaszába is próbálunk kapaszkodni, hogy az általunk elképzelt jó és pozitív jövőkép az megvalósuljon. És igen, belekapaszkodna az ember minden utolsó szalmaszába is, és készek vagyunk a kisebb rosszat kompromisszumok nélkül elfogadni azért, hogy valami nagyobb rossz ne köszönjön ránk. És éppen ezért ez egy borzasztó kiszolgáltatott állapot, és nagyon sokan ebből adódóan teljes megalkuvásban, meghasonlásban élik az életüket. És azt gondolom, teljesen igazat adva az előttem szólóknak, és Tamásnak is, hogy egyszerűen húzni kell egy vonalat, és el kell dönteni azt, hogy mi az életünk célja, mire építettük fel az életstratégiánkat, hol van a reménységünk, hol van a jövőképünk. Szerintem nagyon fontos megerősíteni, tudom, hogy nem könnyű, de azokban a tényekben magunkat, hogy jövevények vagyunk ezen a földön, vándorok vagyunk, héberek vagyunk, az ígéret földjére tartunk, ez még nem az ígéret földje, bár próbáljuk élvezni az utazást, ami az ígéret földjéhez vezet, és már itt persze az Istennek minden áldását megtapasztalni, átélni, de meg nagyon fontos őt magát, és nagyon fontos ezt tudatosítani magunkban, hogy a boldogságunknak a forrása, a harmóniáknak a forrása, a békességünknek a forrása, az nem a körülményekben van, hanem az egy személyben van. Igen. Sokat idéztem mostanában a Bill Johnsonnak ezt a híres mondatát, a nyáron veszített el a feleségét, tömegek gyógyultak meg az ő gyülekezetében, az ő szolgálatának a hatására, a rákos betegek, tényleg nem hétköznapi csodákat tett az Úr, ő rajta keresztül is, meg az egész közösségen keresztül, és mégis ugye sok ima és törekvés ellenére a feleségét elveszítette, aki beteg volt, és teli volt kérdésekkel, és nagyon hamar a feleségének az elvesztése után ebben a kétségbe esett állapotban kiállt a nyilvánosság elé, és többek között azt mondta, hogy a problémát nem a kérdésekre adott válaszok fogják megoldani, hanem az Istennek a jelenléte. És szerintem ez egy nagyon-nagyon bölcs és megfontolandó dolog, mert ebben a helyzetben is az egyetlen olyan hely, ahova tudunk menekülni, vagy ahol megtaláljuk önmagunkat, és megtaláljuk a jövőnket és a békességünket, az maga Isten, az maga Jézus Krisztus. És ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez a nagy nyomorúság is áldásunká lesz, mert az értékrendünket szerintem ez jó irányba tudja mozdítani. És ez egy válaszút elé állít bennünket, hogy a félelmünkből adódóan elkezdünk kapálózni, és elkezdünk bízni emberekben, elkezdünk bízni magunkban, próbáljuk mi megoldani a szituációt, és itt jön be az az ige, amit mondtál, hogy erős torony az Úr neve, tehát Jézus Krisztusnak a neve, és odafut a megigazult ember, és ott békességet bátorság. Talál, bátorságot talál. Nem is olyan régen ugye beszéltem erről, hogy a másik torony is egy menedék próbált lenni, amikor építették a Bábelnek a tornyát, akkor az volt a cél, hogy az ember nevet szerezzen magának. Az ember megpróbálta saját magát biztonságba helyezni. Próbálta a saját teljesítményével elérni azt, hogy békessége legyen, hogy nyugalma legyen, hogy pozícióban legyen. Az Úr ezt nem is hagyta. És szétszélesztette a népeket, viszont akkor, amikor ott a Lázár feltámasztása okán profétál a főpap, és megmondja, hogy ennek azért kell megtörténnie, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg a népért, és nem egy egész nép ennyi ebben miatt, akkor ugye ott az is elhangzik, hogy
abban az igében, hogy azért fog Jézus meghalni, hogy az Istennek a szétszélett gyermekeit egybe gyűjtse. És ez a torony, ez az erős torony, ez Jézus Krisztusnak a neve, ami már nem arról szól, hogy mi mire vagyunk képesek. Most, hogyha belenézünk a világ jelenlegi állapotába, és Józsuéhez hasonlóan összevetjük ezt a lehetőségeinkkel, akkor minden okunk megvan a kétségbeesésre. De ezért nagyon fontos az, hogy nem csak az üdvösségünket nem mi munkáljuk, tehát az, hogy örök életünk van és üdvösségünk van, a bűneinknek a bocsánatát nem mi munkáljuk, nem tudjuk jóvá tenni a hibáinkat és a bűneinket, hanem ezekben a szituációkban is nagyon fontos, hogy nem magunkba bízzunk, hanem az Úrba bízzunk, és hogy megerősítsük magunkat abban, hogy minden áldás őtőle van, őtőle függünk, nem a körülményektől függünk, és hát ezt az igék sorban alá támasztják, úgyhogy én abszolút ilyenkor ezt szoktam tenni, és akkor, amikor elővesz a félelem, vagy elővesz ez a gyötrés, akkor nagyon fontos, hogy a gondolataimat összhangba hozzam a valósággal, az igével. Nagyon érdekes egyébként, amiket itt felsoroltál, a félelem, van, akinek logikusan jön, és nagyon sokaknak az életében ez egy nagyon erőteljes életérzés. És az életérzésekben az a kihívás, hogy annyira érzelmi beállottságúak vagyunk, hogy elkezdjük az érzelmeinket valóságként elfogadni. És abban egy nagyobb szintű elmélyülés, amikor ezeket az életérzéseket meg is fogalmazzuk. Hogy én azért félek, mert, és kimondom, és elkezdem ezt szajkózni. Mi magyarok ebben nagyon profik vagyunk, hogy meg tudjuk fogalmazni azt, hogy miért félünk, és hogy miért van okunk meg minden félelemre. És azt mondják erre ezek az emberek, hogy és ez a realitás. És ez a realitás, és hogy miért lesz baj, és ez az élet legkülönbözőbb pontjain. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy vádlás alatt vagy, hogy károsztatás alatt vagy, hogy bűntudat gyötör, persze lehet, hogy van valami vaj a füled mögött, ezt sem szeretném elvitatni senkitől ennek a lehetőségét, de hogy ott van egy ilyen általános életérzés, és akkor a következő pont, amikor az ember ezt elkezdi kimondani a szájával, elkezdi megvallani. Viszont nekünk megvan az a lehetőségünk, hogy az elménket megújítjuk, és összhangba hozzuk az Istennek a beszédével, és nem a megvallást, mint módszert szeretném idehozni, hanem annak a lehetőségét, hogy mekkora kegyelem az, amikor az életérzéseinkkel szemben, ugye a megvallást, nagyon sokat beszéltünk róla, a homologeo szó, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondom, amit az Isten igéjéből meggyőződésként hiszek, hogy nagyon fontos, hogy ezeket kimondjam, és ezeket képviseljem. Ez nem egy meggyőződésem szerint, ez nem egy elvakult szektás gondolkodás, hanem az Isten igéjébe vetett hit. És nagyon fontos, hogy én azt tapasztalom, hogy ezekhez igazodnak az életérzéseink is. Köszönöm szépen. Elég jól kifejtette itt Attila a dolgokat, de én most a Tamás szeretném kérdezni, mert kíváncsi vagyok, hogy egy tanító hogy menekül az erős toronyhoz, meg hogy te hogyan, milyen védő, óvó intézkedéseket, vagy milyen lépéseket teszel, részben, hogy megelőzzed, tehát mit tudom én, negligálod, mondtad, hogy kihúzod a büdös vödörből a televízió, meg a hírhalmazból a fejedet, de milyen lépéseket teszel annak érdekében, hogy biztonsági intézkedéseket, hogy megmaradjál az erősségedben, ahova Dávid is belemenekült. Én nem tudom ki, hogy van vele. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, éppen annál fogva, hogy lelkész vagyok, és az igével kell foglalkoznom, és tanító vagyok, és bemehetek az Úr házába abban az értelemben is, hogy kinyitom a Bibliámat, és hip-hop, már is ott vagyok az Isten házában. Hogy én azt tapasztalom, hogy Isten mindig előre felkészít dolgokra. Tehát sokszor nem érti az ember, hogy ez miért olyan hangsúlyos, ez miért olyan érdekes, ez most miért veszem észre, most miért kapcsolja ezt hirtelen össze az agyamba, a lelkembe valami. De aztán, amikor zajlanak az események, egy bizonyos idő után rájön az ember, hogy igen, hát fel vagyok készítve arra, ami jönni fog. És az én számomra a legnagyobb áldás az ez, hogy tudom, hogy az Úr pontosan mindig fel fog készíteni arra, amire fel akar készíteni. És én megtehetem, hogy adom magam erre, hogy az időmnek egy jelentős részét ezzel tölthetem.
és ez egy borzasztó nagy kiváltság, és hát nyilván a feladat az, hogy ezt valahogy át is adja az ember, és hát ezért hirdetjük az igét, ezért beszélünk, ezért mondjuk el a tanításokat, és ezért osztjuk meg mindazt, amit ilyenkor az Úrtól kapunk, mert az is meggyőződésem, hogy nem csak engem személyesen készít az Isten erre, mint a családomnak a fejét, vagy mint a klánomnak a fejét, hogyha úgy tetszik, hanem azért is, igen, azért is, mert ő tudja, hogy betöltök egy pozíciót egy közösségben, és én nem tudom, hogy kik fogják ezt hallgatni, nem tudom, milyen élethelyzetben vannak, mivel birkóznak, küzdenek, de sokszor az Isten ad válaszokat, ad dolgokat a számomra azért, hogy ezt elmondjam, mert üzeni ezeknek az embereknek. És hát ugye ezek a pillanatok azok, amikor az ember úgy van vele, hogy tudom, hogy Isten akarja, hogy ezt kimondjam, borzasztóan nem értem, hogy most miért kell ez, mert nem nekem szól, tehát nem az én élethelyzetemre szól, de tudom, hogy fontos elmondani őket, és tudom, hogy fontos kimondani őket, és ez nyilván a szolgálatunk része. És mondom, az ember azért bizonyos időn belül megtanulja azokat a dolgokat, másoktól is, mások példájából, Biblia példájából is, hogy azért hogyan lehet leleplezni az ördögöt, honnan lehet tudni, hogy na most bepróbálkozott, és hát tulajdonképpen lopni szeretne. Vagy ott van Dávidnak a példája, aki ült a börtönbe, és azt mondta, hogy ha rettegnem kéne is, én nem félek, hanem bízom az Isten ígéretében. Isten nem azt mondta, hogy így fogom végezni, hogy felnégyelnek a filiszteusok, és kiszögelik a maradványaimat Gát kapuira, vagy megvakítanak, mint Sámsont, és őrülni fogok a izében, mert Isten azt mondta, hogy király leszel az Izraelbe. És ugyanez, amikor hazajön Siklágból, egy kudarc után, egy elutasítás után ráadásul, senki nem bízik benne, itt se bíznak benne, ott se bíznak benne, és akkor a tábort is kifosztva találja, és már az emberek is, az embere is azt gondolják róla, hogy na, most van az a pillanat, amikor meg kéne kövezni, mert mégiscsak igaza van a Saulnak, ez egy átkozott ember, minden rosszul. Mit a Návál mondta, hogy szökött rabszolga, stb. És azon tanakodtak, hogy megkövezik Dávidot. És ebben a helyzetben van ez, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. Miért tudta megerősíteni? Ugyanabban, mint a tömlőcben, hogy hát Isten azt mondta, király leszel az Izraelben. Nem így fog végződni. Nem ez a történet vége. És amikor erre rá tudja venni magát az ember, hogy a csüggedés, a félelem, a letargia közepette is azt mondja, hogy Istenem, mi a te tanácsod? Mi az, amit te mondasz? Én előveszem a gitáromat, és pöngetem, vagy perelek az Istennel, ha már személyeset kérdezem, én el szoktam mondani Istennek, hogy ez nem jó így, meg az se jó így, meg ez hogy van, meg az hogy van. Tanított őt egy kicsit. Nem, kérdezgetem. Tehát annyira már nem vagyok arrogáns, hogy tanítani akarjam, csak mondom, hogy hogy van ez az egész, miért van, hogy van, miért. És perelek az Istennel ebben az értelemben, és kiöntöm a szívemet előtte, és átadom neki ezeket a félelmeket, és ezeket a dolgokat, amik foglalkoztatnak engem, és tudom, hogy Isten ezt szereti. Beszélgetünk. Én kiöntöm a szívemet, ő meg elmondja, hogy jó van, vagy nem mond semmit, csak egyszerűen ott van, és az ember tudja, hogy nem mond az Úr semmit, de maga jelenléte arról szól, hogy nyugi, rendben, igen, lesz ez, meg már gondoskodtam, már ki van találva a dolog, várt ki a karácsonyt, és kibonthatod az ajándékot, nem kell itt toporzékolni. Ervin, te sokszor mondtad már, és én is tudom róla, hogy te nagyon sokat szeretsz nyelveken imádkozni. Mint pásztor, milyen tanácsod van, vagy a te személyes tapasztalatodból mit tudsz elmondani, hogy te ezeket a helyzeteket, illetve ezt a helyzetet, meg ezeket a helyzeteket, te hogy oldod meg, hogy kezeled te személyesen? Azért annyit még szeretnék hozzátenni, két fontos dolgot, hogy először is a világ állapota minden látható dolog ellenére nem rosszabb, mint volt bármikor. Tehát én azt gondolom, hogy vannak nehézségek, kihívások, de mindig voltak. Tehát nem gondolom, hogy rosszabb helyzetben vagyunk, mint amikor vagy az izraeli anyák megették a gyereküket, mert nem volt mit enni, és az arról szólt a vita, hogy tegnap megettük a tiédet, és most már add ide ma. Tehát azért ilyen helyzetben, hála Istennek, nem vagyunk. És azt gondolom, hogy ez az egész folyamat, mi nekünk, ugye mi élünk most itt, nagyok a kihívások, de azért látjuk, hogy soha nem volt könnyű. Tehát soha nem volt könnyű istenfélőnek lenni, soha nem volt könnyű hívőnek lenni, soha nem volt könnyű szeretetben megmaradni a gyűlöletben, stb.
És ehhez kapcsolódik a másik, ami az én személyes, nem feltétlen megfogalmazott, de úgy bennem van, mondjuk így tudatalattim, amit úgy mondanák pöstélyesen, hogy a kutyaharapás szőrével. Ami a számomra azt jelenti, hogy ugye van egy félelem, amire csak itt utolgattunk, de én nagyon hangsúlyozni szeretném most. Van egy félelem, amiről azt mondja a Biblia, hogy pozitív és jó, és ez az Isten félelme. És az Istennek a félelme az minden félelemnek az ellenszere. Tehát a phobos, ugyanazt a szót használja egyébként a görög, tehát az azt jelenti, hogy amikor én félem az Urat, amikor én az Isten jelenlétével számolok, amikor az Isten törvénye, hát ugye, ami be van írva a szívembe, jelen van az életemben, akkor ez a fajta félelem kiszorítja azt a testi félelmet, amit a körülmények okoznak. És akkor konkrétan igen, én elég sokat imádkozok nyelveken, amikor konkrét kihívás van, akkor én is először megrémülök, én is először végig gondolom, akár egy álmatlan éjszakán is, hogy most ez miért, és hogy, és mint. És akkor ugye az ember megerősíti magát az Úrban, mire már utaltam is, meg a többiek is utaltak, és beszéltünk róla, és akkor felismeri azt újra, de ugye ez nem feltétlen, tehát itt én azt gondolom, hogy mindig az idő a kérdés, hogy mennyi idő alatt érsz oda-vissza, hogy egyszerűen tudod, hogy ez sem nagyobb, ez sem több, ez sem veszélyesebb, mint ami már nagyon sok volt, és talán jó, ezt mondjuk lehet, hogy az idő is, meg a körülmények is hozták, így akkor az ember megnyugszik az Úrban, és akkor én tényleg azt tudom mondani, hogy az az Isten félelem, ami a szívünkben van, szívembe, ti is szívetekbe is, és a szívünkben van, az az Isten félelem, az egy hatalmas erő abban, hogy ellensúlyozza mindenféle fajta félelmet. És én ezért nagyon hálás vagyok, úgyhogy igen, nekem is az a módszerem, én is abban gyakorlom magam, hogy akár nyelveken, én a nyelveken szólást azért hangsúlyozom, mert vannak pontok, amikor az ember elveszti a fonalat, amikor már nem, nincs magamtól, nincs több, és hát az az igazság, hogy ilyenkor veszi észre az ember, hogy már hitetlenül imádkozik. Tehát már ő se hisz abban, amiért imádkozik, de megy a... És én ilyenkor szeretek átváltani. Ugye én hiszek abban, hogy a Róma 8-ban meg van írva, hogy amikor nem tudjuk, hogy kérjük, akkor ott van a Szent Szellem, aki kimondhatatlan fohászkodásokkal kikéri azt, amire akár nekem, a gyerekemnek, a családomnak, a gyülekezetnek a szüksége, és akkor én szeretek hamar átváltani, hogy így mondjam, erre a síkra, vagy erre a működésre, és ez nekem mindig bejött, tehát én szeretem ezt. Én szeretem, mert ilyenkor megnyugszok, ilyenkor tudom, hogy az Isten tartja a kezébe az irányítást, hogy egypólusú a világ, akármennyire gonosz az ördög, azért ezeket a dolgokat Isten a kezében tartja, és megnyugszik a lelkem Istenben, és akkor könnyebb kezelni. És tényleg, ez talán ott van akkor az embernek, mint egy példakép is a környezete, a családja és mások előtt. Igen, így mondja az írás, hogy biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Tehát amikor így oda megyünk az Istennek a jelenlétébe, én is az egyedül azt tudom csinálni, amikor összezavarodik minden, mert van ilyen, amikor az emberben csak a kérdések meg a zűrzavar tombol, mert előfordulhat ilyen, akkor nincs más, mint oda menni a kősziklára, oda menni, megragadni Istennek a jelenlétét. Én igazából például akkor, én is előveszem a gitáromat, akkor tudok megnyugodni, hogyha vagy jön Istennek ez a csodálatos szeretete és betöltés, és átviszi a gondolataimat meg az érzéseimet, az Isten szeretete valóban kiszorítja a félelmet, vagy pedig, hogyha az Isten konkrétan mond valamit. Sokszor nem olyat, nem arra válaszol, vagy nem azt mondja, amit én kérdezek, vagy amivel én őt ostromlom, de valamit mond, és egyszerűen irányba állít. És akkor érzem és tudom azt, hogy itt most nem én találtam ki magamnak valami menekülési pótlékot, nem egy ilyen illúzióban vagyok, hanem maga az örökkévaló Isten szól valamit, és a szól az meg szokott lenni, meg is lesz, és amikor ő parancsol, akkor az előáll, és így helyez biztonságba bennünket. Végezetül, amit szeretnék kérdezni, hogy egy más aspektusát ennek a félelemnek én előhoznám, de tényleg csak, hogy mennyire megengedett
a félelem, mint motiváló eszköz. Istennél mennyire létezik, hogy ő félelemmel motivál bennünket, vagy például emberek félelemmel motiválják egymást. Ugye az edző például egy sportolónál az motiválhatja az úszót azzal, hogy a kulcscsomójával addig veri, míg nem úszik rekordot, vagy félelemmel, megrettentéssel, fenyegetéssel, vagy például a szülők is tudnak így fegyelmezéssel, büntetéssel motiválni, vagy akár egy gyülekezetet is lehet ilyen módon kormányozni, és nagyon hatékony tud lenni ilyen értelem a félelem, mint motiváló eszköz. Mennyire megengedett szerintetek ez, és mennyire alkalmaz Isten ilyen módszereket? Attila. Hát fogós ravasz kérdés. Igen. Nagyon érdekes, hogy az Ervin mondta az elején, hogy a félelemnek az ellentéte nem a hit, hanem a szeretet. Ugye aztán meg is fogalmaztam, amit én is szerettem volna megfogalmazni, hogy az Isten szeretetébe vetett hit. Tehát, hogy azért a hitünk az abba gyökeredzik, hogy az Isten szeret bennünket. Ugyanakkor a félelmeink forrása is a szeretet. Én akkor szembesültem ezzel, amikor ugye megszületett az első gyerekünk, mert magamért úgy persze valamilyen szinten aggódtam, de pont beszéltük a feleségemmel, a Ritával, hogy utaztunk valahol a repülőn, addig, hát most ha lezuhanunk, hát megyünk az Úrhoz, de attól a pillanattól kezdve, hogy gyerekünk volt, elkezdtünk másért aggódni. Tehát a szeretet az kiszolgáltatott át ez bennünket, és behoz egy extra adag félelmet, és emlékszem, hogy akkor én ott szembesültem azzal, hogy micsoda kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mindent megtehetek, de bizonyos ponton nem fogok tudni túlmenni. Az én teljesítő képességem is véges, és még jobban abban kellett hitre jutnom, hogy fontos, hogy az Isten kezébe tegyem le az egész életemet, és a szeretteimnek az életét is. És ez nem könnyű egyébként. De éppen ezért, mivel vannak, akiket szeretünk, ezért ez kiszolgáltatott, tehát ez bennünket. Nyilván az ember azért egoista is, és önközpontú is, és vannak a saját magunkhoz és a saját sorsunkkal kapcsolatos félelmeink is. De én azt gondolom, hogy Isten adott esetben használja a félelmet motivációnak. Nem az a kérdés, hogy helyes-e vagy nem helyes, hanem az a kérdés, hogy milyennek a forrása. Én, hogyha a gyerekemben félelmet keltek valamivel kapcsolatosan, akkor azért akarom valamitől megóvni, mert szeretem. És nagyon itt nem az a kérdés, hogy alkalmazható-e ez, hanem az a kérdés, hogy mi a célom vele. Hogy visszaélek ezzel, a hatalmamat akarom erősíteni, magammal már akarom hajtani a vizet. Én azt gondolom, hogy egyébként az nagyon-nagyon lényeges, hogy Isten nem szeretné, hogy a vele való kapcsolatát, a köztünk és közte levő kapcsolatot az a félelem határozza meg. Amikor elhangzik az a gyönyörű ének ott Jézus születése okán, akkor abban az van, hogy megszabadított bennünket az ellenségeinktől azért, hogy félelem nélkül szolgáljuk őt. És ez a világ, ez úgy épül föl, hogy szolgákat termel, akik kiszolgálnak egy rendszert, és ezt félelemből teszik. Viszont az Isten országa nem ebből a világból való, és Isten országában nincsenek ilyen szolgák. És innen lehet megismerni szerintem egy keresztényt, egy igazi keresztényt, hogy félelem nélkül szolgál, tehát végzi a dolgát, teszi a dolgát, aktív, beletesz apait, anyait, de nem azért, mert fél, hanem azért, mert boldog attól, amit tesz. Hát az időnk az nagyon a végét járja. Egy-egy mondat erejéig még Tamás Ervin legyetek kedvesek, ha gondoljátok. Én azt gondolom, hogy ezekben az időkben, amikben mi most élünk, nagyon fontos odafigyelni arra, amit Jézus éppen a végidőkkel kapcsolatban mondott, hogy halanotok kell mindenféle rossz hírt, háborúkat, stb. Meg ne rettenjetek. És ez nem könnyű, ez egy küzdelem, ez a hitharcának ugyanúgy a része, és én azt gondolom, hogy a következő hónapokban nagyon-nagyon sok rossz hírt fogunk hallani, olyan hírt, ami meg akar rettenteni bennünket. Semmilyen változás nem lesz az életünkben, ugyanúgy eszünk, iszunk, ruházkodunk, stb. Egyedül a hírek lesznek olyanok, amik körülvesznek bennünket, és azt akarják, hogy rettegjünk. És nagyon fontos ilyenkor meghallani Jézusnak az üzenetét, hogy meg ne rettenjetek. Ervin? Én azt gondolom, hogy Isten sem félelemmel akar bennünket magához
édesgetni, hanem az ő szeretetével. Tehát én azt gondolom, hogy a félelem az belőlünk kell jöjjön, és ezt neveztem Isten félelemnek, az Isten pedig elég okot szolgáltatott arra, amikor Jézust odaadta értünk, és ennyire szeretett bennünket, hogy meggyőzzön ez bennünket arról, hogy ő szeret, és nincs okunk a vele való kapcsolatban senkitől és semmitől sem félnünk. Köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen, és köszönjük a figyelmeteket. Én két verset olvasnék még a Lukács 21-ből, a 26-os azt mondja, hogy mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, vigyázzatok azért, minden időben kérjétek, imádkozzatok, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mind azokat, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Úgyhogy Jézusnak a szavaival arra bátorítunk titeket is, és saját magunkat is, hogy bízunk a mi erősségünkben, bízunk az Urunkban, tudjuk, hogy ő velünk van, mert megmondta, átélhetjük azt, hogy velünk van, és nem a félelem fog kormányozni bennünket, hanem az igaz ember, az Istennek a cadikja, ez a megigazult ember az ő hite által, ami az Isten szeretetéből nő ki, élni fog. Köszönjük a figyelmet!